Olyan történet van, amiben 10 leprás gyógyul meg. Figyeljétek meg, hogy a gyógyulás az mennyire mellékes kérdés itt. Tulajdonképpen úgy gyógyulnak meg, hogy útközben egyszer csak észreveszik, hogy jé, meggyógyultam. Mert más csodatörténetekben ugye, amikor végbe megy a csoda, az olyan látványos, hangsúlyos dolog. De itt nem ezen van a hangsúly. Ugye a lepra azért jó alany, hogy így mondjam erre, mert az egy sokszoros kivetettség. Nem csak mint betegség szörnyű fizikailag, de együtt jár azzal, hogy kitaszítják a leprást a közösségből, nem mehet az emberek közé, és hogy úgy tartják, hogy ez egy olyan szörnyű betegség, hogy valami nagy bűnt kellett elkövessen, hogy Isten ezzel sújtotta. Tehát aki ebben él, az élő halott. Mindentől, mind Istentől, emberektől, és önmagától is elidegenedve él. Tehát ha belegondolunk ebbe, hogy mondjuk ilyenben lennénk, minden nap ebben élnénk, akkor megértjük azt, hogy amikor ezek az emberek meggyógyultak, mikor észrevették, hogy meggyógyultak, akkor arra gondoltak, végre túl vagyunk rajta. Végre magunk mögött hagytuk. Nem kell visszatérnünk már oda. Nem is szeretnénk emlékezni rá. Örülünk, hogy hazamehetünk a családunkhoz. És örül neki, hogy rendbe jött az élete, de közben a szívében, az életében elsikkad, hogy ő találkozott Istennel. Mégpedig pont azáltal találkozott Istennel, hogy annyira mélyen volt, hogy annyira gyönge volt és sebezhető, és akkor Isten rátalált, és ebben, hogy meggyógyította őt, ebben megmutatta neki, hogy mennyire fontos a számára, hogy mennyire szereti, hogy mennyire értékesnek tartja az életét. Ebben az Isten szeretetének, ennek a csodának a tükrében az ember fölfedezi önmagát, mint ahogy a Jóisten néz rá. De ehhez el kell vállalnia azt, hogy amit Pál úgy mond, hogy én a gyöngeségeimmel dicsekszem. Hogy ez csak akkor tud kiderülni, amikor az ember fölvállalja, hogy mennyire sebezhető. Mikor az ember erősnek érzi magát, normálisnak, rendesnek, akkor egészen más a viszonya Istennel. És hát ez a sorsközösség vállalás, ez az Jézusnak a jelenléte, a vele való együttlét az életünkben, ha az ember számára ez fontossá válik, és a boldogságnak a forrásává válik, akkor megmeri kockáztatni azt, hogy sebezhető, gyönge és elhagyatott ember, mert csak így képes Istennek a jelenlétét az életében fölfogni.